Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és lépd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt az űrszekerek, a Parallaxis Univerzum Star Trek podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az űrszekerek második része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai adásunkban egy igen szenvedélyes érzelmi kötődésről beszélgetünk, a rajongásról, természetesen elsősorban a Star Trek kapcsán. Két igazi rajongóval, Kassa Magdival. Szia Magdi! Szia! És Kő Gergővel. Szia Gergő! Szia Ádám! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk mai beszélgetésünkben, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. Egy tudományos kísérlet keretében tiszteleg a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Parallaxis Univerzum az Upra Space csapatával közösen a tragikusan fiatalon elhunyt barátunk Ivan és Rígál Klaudi előtt, aki maga is nagy Star Trek rajongó volt. Mindenki számára, aki szerette, olvasta, hallgatta őt, lehetősége nyílik a Bakonyi Cseh, kukac gmail.com-ra küldött e-mailen keresztül május 19-én pénteken évfélig digitális formában egy üzenetet elhelyezni ennek a magas ballonnak a fedélzetén. Magdi Gergőti, mennyire vagytok rajongó típusok? Pont tőlem kérdezitek, akit mindenki arról ismer, hogy rajong. <laughs> Gyakorlatilag szerintem ami jót az eszemet tudom, rajongó vagyok, úgyhogy mindig másért, de vannak aztán ilyen éveken áthúzódó rajongásaim is. Figyelj, nekem csak felszerelik egy Take That klub. Nem, so, soha nem volt. Nem, együttesekért. Hát voltam olyan együttesekért, úgy rajongtam, de olyan igazi rajongásaim inkább ilyen filmes rajongások voltak. Vagy könyvek, vagy ilyesmi. tehát hogy inkább ez a vonal. Hát, én igazság szerintem a science fiction rajongás az nagyon gyerekkorom óta van egy másik sztárvilág volt az első, ami, be, ami beszippantott, mondjuk úgy, hogy a konkurencia, ami először beszippantott engem. Azon kívül rajongás oldalról, én, én nagyon szerettem a hajókat, csak sajnos, hogy hihetek a szemüvegem miatt, ugye nem tudtam uh, arra az irányba orientálódni, külön most lehet, hogy nem itt ülnék, hanem egy hajókapitányi kormánykerék mögött állnék, az biztos nem álltam volna meg admirális rangig. És zenei oldalról viszont nagyon kifacsart egy ízlésem volt gyerekkoromban, mert akár hisztek, akár nem, én ilyen zizi laborfan voltam. De külkérmény, zizi laborfan voltam. Nagyon szerettem őket, még a mai napig is szívesen hallgatom meg őket. És utána jött a Science Fiction rajongás maga, könyveken keresztül, inkább ilyen, tehát a Arthur C. a könyvek, Jött a Star Trek is rajongás. Tehát igazság szerint minden, ami az űrbe játszódik, vagy egy science fiction, az azt nagyon szeretem, és azért rajongok. Mikor találkoztatok először a Star Trekkel? Én nagyon-nagyon régen. Nem vagyok annyi idős, mint amilyen régen találkoztam a Star Trekkel. Hát szerintem az még valamikor így a 80-as évek vége, 90 évek eleje volt amikor videókazettán megjelent uh, a, a 1, uh, a mozifilm, és én utálkoztam vele, hogy akkoriban ment egy ilyen, uh, ilyen uh, műsor, hogy nulladik típusú találkozások, amit Déri János uh, vezetett meg szerkesztett, és a, a, végén volt mindig egy ilyen uh, filmes, könyves ajánló, amit Treton Judit uh, uh, készített, vagy ő is, ő is szerepelt a műsorban, ő mondta el. És én mindig vártam a végén ezt az ajánlót, és fölírkeltem magamnak, hogy mit kell még elolvasni és mit kell megnézni. És emlékszem rá, hogy ő ajánlotta ezt a Star Trek filmet és én azt írtam föl magamnak, hogy a T.J. Hooker játsza a kapitányt, mert a T.J. Hooker sorozat akkor már ment magyarul, és én nem ismertem ugye a színész, csak azt, hogy a T.J. Hooker játssza, és akkor így tetszett is, mert a T.J. Hooker sorozatot szerettem, és akkor meg akartam mindenképpen nézni, és akkor hozzájutottam így videókazettán, viszont még akkor feliratosan sikerült megnézni, akkor még nem volt neki szinkronja, olyan korán volt még ez, és aztán már a második, meg a második résztől a mozifilmeket ott már szinkronosan láttam, és az, azért volt szerencsém, mert sorba láttam a részeket. Olyannyira, hogy amikor a Star Trek 6 bejött a moziba, mert ugye azt moziban vetítették Magyarországon, ó, az már nem is tudom, az hányban volt. És azt én már moziban néztem meg, mert én akkor már rajongója voltam a, a sorozatnak, és emlékszem arra is, hogy a, a, emiatt, a mozifilm miatt ugye megjelent egy-két cikk a cinema, a cinema újságban a Star és ott láttam először egy képet a sorozatból, a, a tosból, és akkor így tudatosult bennem, hogy ez egy sorozat amiből készült mozifilm. Tehát én addig nem értettem, én azt hittem, hogy hát olyan, mint ugye, ha már emlegetted a Star wars hogy a Star Wars is ilyen in vágott bele a negyedik résszel, amit mi ugye első résznek ismertünk, Igen. és gondoltam, hogy ez is egy ilyen in így belevágtak a hogy visszatér, spokk a hajóra, meg minden, hogy ez csak egy ilyen eljátszott sztori, és én nem tudtam eddig, addig, hogy van egy sorozat. És akkor én akkor így rádöbbentem, és utána így kerestem, hogy honnan lehet ezt a sorozatot megszerezni, de hát nem olyan idők voltak, mint most, hogy akkor fölmegyek a netre, és beírom a keresőbe, hanem hogy ezt így kemény, kőkeményen kutatni kellett. És akkor lettem így nagyon szerencsés, amikor így vettek a szüleim műholdevő antennát, és akkor onnantól fogva, hát elej, a, a tost azt németül láttam, és németül nem nagyon tudtam, mondjuk angolul se, még. Az angolt azt a Next Generation sorozatból tanultam meg, úgyhogy azért kezdtem el angolul tanulni, hogy megértsem, miről szól, vagy azt meg az elejétől kezdtem el nézni, az, hogy a sky kezdték el betíteni, és, és akkor azt néztem először végig a sorozatból. Úgyhogy így, így, így kezdődött aztán, aztán meg ne folytatódott. De egyébként a science fiction az nekem is nagyon korán megvolt, tehát hogy a legelső sci-fi sorozat az meg azt hiszem, a, amire így vissza emlékezni. Nem, az túl korai. Az, nincs meg. Az a szüleimnek a... Alfa hold bázis. Hanem amire, amire gyerekkoromban nagyon rárajongtam, úgy de jó szót találtam ki, rárajongtam, az, az a, Sirius Kapitány sorozat volt a rádióban, László Endre írt ezt a sorozatot, nagyon-nagyon jó hangjáték volt, és én ezt imádtam, még nem tudtam olvasni se, és én állandóan hallgattam a Sirius Kapitány sorozatot, olyannyira, hogy volt, hogy nem akartam elindulni otthonról, a szüleim mentek, hogy a busz nem fogjuk elérni, nem érdeked, a Sirius Kapitány megy a rádióban. Úgyhogy én nekem az volt az első ilyen igazi rajongásom, a Sirius kapitány is, könyvben is elolvastam a sorozatot, úgyhogy én azt imádtam. Így hát, nekem úgy, a Star wars indult, tehát én sose felejtem el, nekem édesanyám mesélte mindig, hogy beültünk a Star Wars filmre kisgyerekkoromban, és, és már mindenkit nagyon idegesítettem a hiekban moziban, mert előre mondtam, hogy mi történik. Valahonnan tudtam, ő se tudta megmondani, hogy honnan, Képregénybe láttam, voltak ilyen képregényes füzetek, lehet, hogy onnan, de betéve tudtam állítólag a filmet. Úgyhogy nekem a Star Wars volt az első, ami jött, és érdekes módon a Star Trek vonalon nekem, ami először rémlik, és először megmaradt bennem, azóta is a nagy kedvencem az a hazatérés, a négy. Valamiért, valahol valami korai kereskedelmi csatornán láthattam, E, így én is emlékszem, hogy voltak ilyen külföldi adóink, ilyen Szate egy, meg RTL, meg Raj TV, nem tudom, ilyen tévék voltak már, és, és ott, ott mentek ilyen sorozatok, csak nekem is az ott egy nem igazán értettem, hogy miről van szó. Meg ugye maga a Star Trek szerintem, ha láttam is, akkor úgy, hogy oké, okay, most ott sok piros ruhás, meg sárga ruhás rohangár jobbra-balra, nem tudtam vele mit kezdeni. Viszont sorozatban nekem, ami leges-legelőször megmaradt, <laughs> nekem az első az Alfa, alfa is, amit úgy, emlékszem, hogy, hogy azt, azt, mindig néztük a tévébe, illetve egy nagyon korai sorozat, azt szerintem a, nem tudom, nagyon korai viaszat, vagy nem tudom melyik adhatta, az a Power Kapitány is a jövő katonái. Viaszat, ne vicceljél, hol volt még viaszat? Te, nem tudom, 87-es a sorozat, most megmondom őszintén férfiasan ránéztem, Táncért hogy mikor. Fel és ugye a Star Trek hazatérés 86-os, egy ezt 87-es sorozat, nem tudom, mikor kezdték el adni. Tehát mikor láttam először. Igazából az a Szív tv és a nagyon régi ATV 47-en ment a Power Kapitány, de az igazából a maga kis nagy hazai kalandját azt a videótékákban. Én annak voltam nagy rajongója veled együtt, de annyira, hogy talán még mindig tudom, a Kristóf Tibor volt a felolvasó az elején, és még mindig szerintem tudom a szöveget, amit elmondott, úgyhogy... Ez, egy, ez egy hatalmas sorozat volt, és ugye emellett, az azért nekem rajongásig megvoltak a, a, a rajzfilmes részei a dolognak, tehát most nem a Star Trek rajzfilmek gondolok, hanem, hanem ilyen G.I. Joe, Power Rangers, Power Rangers, nem tudom, hogy ilyen lovak átalakultak ilyen robotokká, ugye Transformers-ek, amik mentek rajzfilmbe, azokat, azokat nagyon szerettem, illetve amik nem is annyira szájeszt, és volt egy ilyen Mask nevű sorozat, nem tudom, láttátok el, és ilyen rajzfilm volt, ilyen autók szétnyíltak, ilyen sasak, sisakba rohangáltak jobbra-balra, tipikus ilyen G.I. Joe stílusban készült az egész, egész rajzfilm, Ugye én, én ezeket gyerekkoromban nagyon imádtam nézni, nem tudom miért, de, mai napig is szeretem. De mondom, filmben azt tudom, hogy a, a űrszekereket, azokat viszont én TK-ba. Tehát nagyon sokáig be voltam iratkozva a könyvtárba, és ott voltak videókazetták, vagy voltam TK-ba is, hogy hívják beiratkozva, vagy videótékába, és onnan vettem ki a Star trek Szerintem ott néztem végig az összes ilyen nagyobb filmet. Soroz, sorozat, a sorozattal elég későn találkoztam a Tosssal. Szerintem a Tossa a TNG-vel hamarabb találkoztam, mint a Tossa. Valamiért nekem úgy rémlett, hogy ugye a TNG-re után kezdtem el én is így körbenézni, hogy, hogy akkor most, most, mi van, meg hogy van, mert ugye láttam a nagy és akkor szerintem úgy voltam magni, mint te, hogy, hogy egyszer csak hoppá, tudatosult bennem, hogy itt mások is vannak, mikor utána olvastam. És ugye, ahogy a Magdi is említette régen, nem úgy volt, hogy fölmentem az internetre, beütöttem, ahogy hívják ott a, a, a információbázist azt 99-ben még hol volt az internet, meg a Google, meg itt, meg még emlékszem, hogy 386-os, meg 486 Pentium 1-es gép az olyan volt, hogy az a csúcskategóriás számítógép volt. Azt most már hogy hívják, a legocskább telefon is erősebb nála. De hát ö, teljesen más volt az internet. Fél órán keresztül néztük a homokórázást, nem volt itt nem lehetett keresni. És ugye ez, ez a, ez a vagy könyvtár, vagy haverok, vagy ismerősök, vagy TK-ba mentünk a science fiction részre, hogy vannak a, a, a szerencsénk volt akkor, akkor igen. Úgyhogy, de mondom, én én nekem a, a rajongás, az nem is igazság nem is, a, a Star Wars. Tehát de, a, én, én amúgy is, aki ismertek, ti is, meg aki ismer, a, a ismerősök közül, azok nagyon jól tudják, hogy én, én kegyetlen egy Star Wars fan vagyok. Nagyon szeretem. De ugyanilyen Star Trek rajongó is vagyok, tehát nem mondom azt, csak nekem a Star Wars volt az első. Utána jött a Star Trek. Magdi, említetted azt, hogy mire a moziba láttad a filmet, addigra már rajongó voltál, ha jól értettem. Mi volt az, ami megfogott a művé, ami. ami miatt a Star Trek rajongójává váltál? Ez, én azt gondolom, hogy a Star Trekben nekem azt tetszett meg, hogy egyrészt egy ilyen kiterjedt univerzum, amiben úgy minden ki van dolgozva. Szóval hogy ilyen hihető világ, amiben vannak. Az, hogy egy, az egy jövőkép, tehát hogy megvan, hogy, hogy tudjuk, hogy ezek emberek, tehát hogy a földről származó emberek, tehát nem egy ilyen idegen világban játszódik, hanem egy jövőben és hogy ez a kép, ez nagyon pozitív, és hogy az ember azt nézi, legalábbis én ezt érzem, amikor sztácsákat nézik, hogy szívesen lennék abban a világban, és szívesen élnék ott ezek között, az emberek között. Szóval ez vonz leginkább ebben a sorozatban, aztán persze egy csomó minden olyan témákat feszeget, ami ilyen nagyon érdekes, meg elgondolkodtató, és, és hogy így kifejtenek dolgokat ezekkel az elméleti gondolatokkal, de tudnak érzelmeket kifejezni, tudnak uh, ugye a, a mi világunkra visszacsatolni, mert nagyon sok szociáltrek a, a valós uh, uh, témákat feszegetett, ami éppen abban a korban uh, valami fontos, fontos téma volt, azokat vette elő, tehát aktuális, ezt akartam mondani, aktuális témákat vette elő. Tehát én nem tudom, sok minden van, ami a Star Trekben vonzó. Meg ez, hogy, hogy nagyon sok dologról így, tehát hogy elgondolkodtad is, nagyon sokat. Tehát nem csak az akcióban merül ki a, a, a Star Trek, meg az űrcsatákban, persze az is van benne, és az is jó, hanem hogy nagyon sok filozófiai témát vet föl, ami amin utána amikor az ember megnéz egy epizódot, még utána is egy csomó ideig tud gondolkodni, hát mennyit beszélgetünk róla, hogy emlékszel arra az epizódra, amikor. Szerintetek, amikor beszélgetünk róla, akkor ez nem, nem valamiféle fétis imádás, imádat? Azért érdekes ez a dolog, mert én nem olyan rég voltam egy általános iskolában előadást tartani. Hmm, a Star Trekről egy tanárnő hívott meg, hogy a, szeretné, hogyha a gyerekeknek tartanék előadást a kell kapcsolatban. Én meg így meglepődtem, mert hogy szoktam tartani előadást, és rajongóknak szoktam előadást tartani, és annyira nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy de, de most oda jönnek gyerekek, és nem tudják, miről van szó. Azért, mert a Magdi általában ugye rajongói közösségekben tart előadást, 6-8 embernek egy osztályban, meg legalább 24-en vannak. Ez szóval... nem igaz, ez nem igaz, amit mondasz, mert tartottam már nagyon sok ember előtt is. A, például volt olyan, amikor az Uránia a dísztermében tartottam ott, tehát száz ember biztos, hogy volt, de lehet, hogy több is, nem a tudom. a Star A Star igen a nagy mozi kivetítőm volt az előadásom, a prezentációm. Szóval, hogy meg hát ilyen mondokonon is tartottam, és ott is nagyon sokan jöttek oda, és olyanok is nyilván, akik a soha életükben nem hallottak a Star trek és tartottam nekik előadást, csak hát az mégiscsak egy olyan közeg, ahol rajongók vannak. Tehát most mindegy az, hogy ő miért rajong, de mint rajongó megérti a rajongás magát. És itt pedig ilyen általános iskolás gyerekeknek, tehát hogy miről tudok én nekik beszélni, és kérdeztem a tanárnőt, hogy hogy mégis miről beszéljek majd a gyerekeknek, vagy mit szeretne, hogy mit adjak át nekik ebből, és azt mondta, hogy adjak nekik perspektívát. És ez egy érdekes dolog volt, hogy, hogy tényleg az Star Trek az ad egy új perspektívát a gyerekeknek is. És, és akkor így ezzel indultam el, és én az előadást arra építettem föl, hogy elkezdtem a gyerekeket kérdezgetni, hogy ők miért rajonganak mik azok, amik, amik most foglalkoztatják a fiatalokat, és hogy hogy beszélgessünk magáról a rajongásról. És akkor elkezdtük azzal, hogy, hogy mi a negatív rajongás, tehát mit, mikor fordulhat át rossz dologba a rajongás, és mi a pozitívuma a rajongásnak, és mit hozhat a rajongás. És akkor arra vittem föl a, az előadást, hogy hogy például egy rajongó, lehet, hogy azért, mert, és azt tehát, konkrétan tudjuk ezeket a dolgokat, hogy mondjuk lesz belőle űrhajós, vagy tudós, vagy orvos, de akár színész is, mert, mert nézte ezt a sorozatot valamikor gyerekkorában, és ez vitte el erre a pályára vagy feltaláló, mert ugye egy csomó mindent meg azért találtak föl, mert a, mert a sorozatban így előrevetítették, hogy majd lesznek ilyen tárgyak, és akkor valaki meg ki akarta fejleszteni ezeket a tárgyakat, és ezeket megcsinálja. Szóval hogy ezek a pozitívumai is. És nagyon érdekes volt, mert egyébként a gyerekeket annyira érdekelte ez a dolog, hogy két Előadást kellett tartanom, mert nem fértek be a gyerekek az aulába, csak két turnusban, <laughs> úgyhogy az iskola auláját megtöltötték, és tömve volt a terem, és nagyon érdekelte őket, úgyhogy ez, ez engem is meglepett, és, és hogy voltak ott ugye tanárok is, tanárok is utána után jöttek hozzám, és mondták, hogy nagyon jó volt az előadás, és nagyon tetszett megik ez a, ez a felépítés. Úgyhogy teljesen pozitív volt, csak azt akartam ebből kihozni, hogy a, a rajongás maga az, a, ahogy mondtad, hogy lehet egyfajta ilyen, tehát amikor átmegy tényleg ilyen negatívumba. Kérdeztem, hogy mi lehet a negatívuma egy rajongásnak, hogyha valaki például annyira beleéli magát egy, egy kitalált világba, hogy nem tud már a valósággal normális kapcsolatot teremteni, tehát hogy így így egyszerűen átfordul, és ez is előfordulhat persze a rajongókkal. Vagy hogy azt hiszi, hogy az a színész az egy, tehát hogy a karaktert hiszi igazinak, és nem, nem fogja föl, hogy az egy színész, aki eljátsza, és azonosítja a, a, a Tényleg az a negatívum, hogy elveszted a varossággal a, a, kapcsolatot. De pozitívum, hogy ha, ha, tudod, hogy ez igazából egy kitalált történet, és amit szeretsz, és mégis sarkal arra, hogy, hogy, emiatt, mert, mert azért megérint érzelmileg, amit eljátszanak a színészek, hát ez olyan, mint ez, hogy egy, ez színházba is megérinti, vagy elsírhatod magad egy romantikus történeten, de épp, épp úgy egy, egy sorozat, az pedig, tud egy olyat adni, hogy milyen jó lenne, én is ilyen lennék, mint ezek az emberek, hogy milyen jó lenne ilyen csapathoz tartozni, milyen jó lenne, hogyha én is ilyen okos lennék, mint ők, milyen jó lenne, ilyen vezető lennék, mint ez a kapitány, és emiatt jobb emberré válok, mert, mert erre törekszem, hogy olyan szeretnék lenni. Hiába tudom, hogy kitalált a figura, de mégis ad egy perspektíven, mint a tanárnőkért. Én szeretem a Star trek szeretem a Star Wars-t, rajongok érte nagyon, hogy miért. Szerintem a fétis rajongás, az valahol a Rajongók háborúja című filmnek a karaktereinél kezdődik. Tudom, hogy egy nagyon aranyos vége van neki, meg tudjuk, hogy miért történik, ami történik benne, de maga az, ahogy hívják, az a rajongás, amit a Star wars meg, illetve a Star trek csinálnak benne, na nálam az már egy kicsit ilyen fétises. Tehát ö, ö, én is nagyon jó, örülnék neki, ha lenne egy, hogyha birodalmi lépegetőm, de valószínűleg ezért nem öltöznék be rohamosztagosnak. Minden tiszteltem az őké, meg bármilyen Star Trek karakternek beöltöznek, minden tiszteltem az ők. De én ilyen oldalról már nem mélyednék bele a rajongásba. Természetesen mindéket nagyon szeretem. Pozitívum, negatívumként, ugye én, 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 már azt nem szerettem, amikor, ugye mert Magdi is említette, hogy mikor kivetítik a színészekre. Azt én már, én már nem tartom annyira rajongásnak, megmondom őszintén. Tehát az, az már nem normális, én szerintem, hogy, hogy egy embert azért, az egy színész, aki eljátszotta a karaktert, csak azért kizökkentsenek a saját életéből, akár pozitív, akár negatív rajongást, tehát bármelyik rajongásra értem az alatt, hogy hogy, 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 ne fogadj el a tényt a rajongó, hogy az egy, az egy, az egy színész, aki eljátszott egy szerepet. Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ez egy kitalált történet. Én a Star trek például azért szeretem, nagyon, mert ahogy a Magdi is említette, tudsz rá azonosulni, mert nem egy elvont dolog, hanem, hanem egy nagyon közeli jövőképet is mutathatna, hogy összefogás, tolerancia, stb. Hát tudjuk, hogy egyik politikus fellegvár, fellegvár sem az összefogás, sem a tolerancia fellegvára. Egyik sem. Tehát a széthúzás, az egymás, az a legrosszabb, amit az emberiség el tud képzelni, tehát rosszabb, mint egy ferengi hajó. Tehát én azt mondom, a politika, tehát az képest a ferengik egy nagyon jó kis ötjek, jó kis faj. A klingonokról is beszéljünk, tehát hogy azt tudjuk, hogy én nagyon szeretem őket, de maga, hogy hívják, hogy hogy, hogy tényleg kivetítsék egy, egy, tényleg egy emberre. És most a legjobb példát mondom ugye a Star Wars rajongóknál, ugye amikor lejött a Jar Jar Binks, és ugye a, a maga karaktert, aki eljátszott, az szerencsétlen színész mit tehetett róla, hogy őnek adták oda a Jar Jar Binks szerepét, és ugye majdnem öngyilkosságba kergették. Na ez nem rajongás. Ez minden, csak nem rajongás. Ezek nem rajongók. Tehát én minden ilyen helyen, amikor, amikor találkozok ilyen megnyilvánulásokkal, az ennyire negatív, ennyire rossz, vagy, vagy tényleg a másik oldalról is pozitív, ott én már kijelentem, hogy, hogy, öcsém, te nem vagy rajongó, mert, mert ez nem rajongás. Tehát ez, ez már egy beteg dolog, hogy ilyen szélsőségekig igelmények, sajnos ilyenek is vannak. Ugye a másik világban tudjuk, hogy a Star Wars ba szokták mondani, hogy a Star Wars rajongók a legrosszabb Star Wars rajongók. Mert semmi nem jó nekik. De ez igaz. Tehát én, mint nagy Star Wars rajongó mondom, hogy ez teljesen igaz, mert mindenki valamiben, nekem se tetszik mindegyik. Ez ugyanúgy a Star Treknél is igaz, de szeretem, mert Star Trek, szeretem, mert Star Wars, elfogadom mindegyiket úgy, ahogy van. Én, én azt tartom igazi rajongásnak különben, hogy, az ember tényleg elfogad. Jó, oké, okay, vannak negatív dolgok, meg vannak, hogy nem úgy sikerül a rész, ugye a sorozatokban is vannak gyengép epizódok, stb., de hát ugyanúgy szeretem. Jó, jó, lenne, hogyha ha tényleg eljutnánk oda, pont a Star Trek miatt, amit szeretem, mondani valója. Tényleg egy olyan világot ír le, hogy amit a Magdi is említett, nem azt mondom, hogy utópia, mert ez nem utópia. Tehát az ember belegondol egy Star Trek-es sorozatboltjákba, ezek nem lehetetlen dolgok, amik, amiket, amiket a Ron emberi megálmodott. Én szerintem legalábbis nem olyan eszetlen, hogy, hogy végre fogadjuk el a, az, hogy ő sárga, ő fekete, ő fehér, ő a fiúkat szereti, a lányokat szereti, akár lány, akár fiú. ezer egy millió dolgot lehetne mondani az elfogadásra, de elfogadjuk, hogy te mi vagy? Ember. Tehát nem az, hogy kínai, orosz, magyar, angol, ufó, bármi, hogy hívják, hanem egy ember. Vagy, és szerintem ez a Star Treknek az egyik legnagyobb erőssége, és én ezért szerettem meg, bár ezt csak felnőtt fejjel értettem meg. Tehát ezt csak felnőtt fejjel értettem meg. Azért sokáig nem annyira tetszett a Star Trek, mert ugye, hogy nincs benne durbele csicsat pif mint a Star Wars ami ugye egy mese. Tehát szegény Klaudiával ugye pont az utolsó Ö, ö, beszélgetésén beszélgettünk erről, hogy a Star, a Star Wars, ugye Star wars -e a Star wars, és hogy mitől Star Wars. Éh, és pont erről beszélgettük, hogy Science fiction a Star Wars, és ez annyira, annyira megérintett, hogy, 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 hogy szépen, tényleg szegény Klaudiával, hívják ez volt az utolsó műsor neki, hogy ö, egyszerűen ö, ott is azt mondtam, és azt beszélgettük, hogy, hogy el kell fogadni, hogy a Star Wars egy mese. Ha valaki ezzel megbékél, egy kitalált mese, ha ezzel valaki megbékél, nem kell túl gondolni, ugye Star ezért is, szerintem ezért is nagyobb a rajongótábora neki, szerintem, mert, mert egy mese, egy mesevilág, egy képzeletvilág, amiben sokan szeretnék beleképzelni magukat, és nem mindenki jut szerintem addig, hogy a Star treknél megértse, hogy 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 ez nem mese, ez egy valóság is lehetne, hogyha azokat az alapértékeket csak mondjuk 70%-ba átlennénk, amit képvisel a magasztártek. Mi volt az első rajongói élményetek? Inkább, inkább felnőtt koromhoz kapcsolódott két olyan dolog, ami eszembe jutott a két külön világból, ami rajongói élmény volt nekem először, amikor találkoztam az 501-esekkel. 501-es magyar Star Wars légióval, és ő és, 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 nagyon-nagyon jó benyomást tettek rám, amikor tényleg először találkoztam egy élőben, uh, rohamosagosan meg a védere. De nekem, 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 az egy élmény volt. Ez ilyen jó tíz éve lehetett, vagy tizenkettő ilyen, tehát nem olyan rég. A Star trek kapcsolatban viszont uh, uh, inkább a hogy hívjákhoz kapcsolódik egy nagyon aranyos rajongói élmény. Három éve volt, vagy négy éve volt egy rajom, találkozó a, a Ferencvárosi ötyákban, és ugye addigra már sokadik résznél jártunk a, a rajzfilmnek a szinkronjába, és odajött hozzám egy pár, és, és álltam a kocsinál, valamiért kimentem a kocsihoz, és oda jöttek hozzám, hogy hello, szia! Annyira jó lett, hogy hívják a rajzfilm, annyira örülünk, hogy megcsináltad, és ott és, és köszönjük szépen, és letöltöttük, és várjuk a többit, és tehát ez, mint másik oldalról néz, ez egy annyira jó élmény volt, hogy, hogy odajöttek, és gratuláltak, és mondták, hogy várják, hogy, hogy ez, ez, nem is találkoztam soha velük, tehát ők is valószínűleg ilyen podcasten láthatták a fejemet, <laughs> ottan, vagy valamelyik ilyen beszélgetős műsorban, hogy valahol találkoztattunk, és ez egy annyira nekem pozitív jó élmény volt. Én, mint így rajongó, igazság szerint, így, amióta így belekerültem így a Star Trek-nek, a, a ugye általatok végül is belekerültem ebbe az érába, ugye azóta járok ilyen is ilyen találkozók, ugye a Magdinál, ugye a szemaforra. Szenafor. Igen, töröm néha a magyart, nem beszélni Klingont rendesen, meg a... a... De hát akkor figyelj, de igazából csak beszélsz, csak beszélsz Gergő, de a válasz az tulajdonképpen az, hogy elmentem egy űrszekerek közösség találkozóra, mert szinkron rendeztem egy Star Trek ezt filmet. Hát a rajzolói közösség élmény az inkább az volt, amikor, amikor az, az öt... Nem érdekel a Star Wars... Ez amikor, nem amikor Star Wars műsor, amikor kérem szépen. Majd lehet, itt, nyugodtan lehet Star, Trek, vagy Star Wars műsort indítani a parallax univerzumban, de amíg én ülök itt, nem viccelek. Na, szóval igen, így, mélybe a rajongói tehát általatok kerültem be. Meg hát a rajzfilm által, tehát hogy a, a szinkronja által kerültem, aminek nagyon örülök, és azóta is lelkesen lelkesen veszek részt a felkéréseknél, mindenhol, mert mert szerintem ez egy jó közösség. Úgyhogy ilyen oldalról nézve. Pici, nagyon pici, nagyon pici, ugye ezt láttuk a különböző ilyen találkozókon, főleg amit ugye te is szerveztél találkozókat, ott, ott is ugye eléggé kevesen jelentek sajnos meg úgy általában, ugye a, a, a nagyobb részeken nem, de hát e, tudjuk világon mindenhol a Star Trek közösség az egy kisebb közösség, tehát a én nézzük. nem értek ezzel együtt, Ö, egyet. Jó, látom mindenkit a rázatok a fejeteket, akkor lehet, hogy csak én érzem így, lehet, hogy csak én érzem így, mert ugye a magyar közösséggel találkoztam, akkor javítom magamat, akkor azt mondom, hogy a magyar közösség érezhetően kisebb. Nem biztos mindig, tehát én, én szerintem azt, mondja, hogy kisebb, az nem biztos, hogy rosszabb, tehát sőt, egyáltalán nem rosszabb. Tehát, maga a közösség szerintem nagyon jó. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. Műsorunkban a folyton szivarozó, ballonkabátos, ügyefogyottan lábatlankadó hadnagy nyomába eredünk, és az aktuális epizód megvitatásán túl igyekszünk felderíteni a filmsorozatban látható büntények tudományos megalapozottságát a Parallaxis Univerzumban. Nekem az első Star Trek közösségi élményem, az azt hiszem 94-ben. <laughs> volt. No, basszus, hát az annyira is, öreg az vagyok. Osztályos voltam, amikor se jártam épp egy osztályba. <laughs> hogy volt egy olyan dolog, hogy volt egy újság, aminek az volt a cím, hogy Telehold, az egy ilyen tévé újság volt, és Két srác adott föl egymástól függetlenül újsághirdetést, az egyik srác azt adta föl, hogy Trek rajongókkal levelezne, a másik pedig azt írta be, hogy megvan-e valakinek felvéve a TNG epizódjai a tévéből, mert hogy ő azt kereste. És én mind a kettőnek írtam, és elkezdtünk levelezni mind a kettővel. Ők szerencsések voltak, meg pestiek. Persze, nem az egyik nem pesti volt, de pest közeli mindegyük tudtak találkozni. És aztán mások is írtak ugye ennek a két srácok, és akkor ők elkezdtek ott így szerveződni. És az első ilyen találkozó engem is meghívtak, úgyhogy felmentem Pestre, így tiniként. Úgyhogy így belecsöppentem az első Star ilyen közösségbe, ami még nem klub volt, hanem egyébként ebből a társaságból született az első Star Trek klub. Tehát ő, ők kovácsolódtak össze klubbá később, de ekkor még nem az volt, itt még csak egy ilyen, ilyen levelezős találkozó. Ugye levelezés is, hogy kiveszett már a világból, mivel most már minden a Facebookon megy, meg, meg, meg csetelünk, meg itt, akkor már képesek voltunk egy hetet várni a válaszra, hogy visszaírjon a másik, és várjuk a kérdésünkre a választ, szóval ez ilyen nagyon osztagikus. És képzeljétek, hogy én ezzel a két srácom mai napig tartom a kapcsolatot. Tehát, hogy mi még szoktunk egymásnak üzengetni, és, és mai napig így jobban vagyunk. Néha meglátogatod őket az öregek otthonába? Nem. Az az érdekes különben, hogy nem találkoztunk, mert nem tudom. Tehát, hogy hát nagyon, nagyon keveset találkoztunk azóta. Volt ön, aki, hogy mi a kettőjükkel futottam már össze véletlenül. Tehát így, hogy utcán... Így el kell mondanom, mondanom egy történetet, el kell mondanom egy történetet. Magdi, vedd át a szót, kérlek, mesélj el ezt a történetet, ahogy ez adásképes legyen. Hát nagy történt, hogy oda mentem a pulthoz, és rendelni akartam, és megszólított egy srác, és mondta, hogy ő ismer engem, és mondtam, hogy lehet, én nekem nem volt ismerős, és mondta, hogy mert hogy én ott voltam a a kapcsolatfelvétel vetítésén, amit a Pó pólus, pólusban. pólusban. csináltunk, amit tulajdonképpen Ádám szervezett, de engem ismert fel a srác, nem Ádám, de én csak előadó voltam. Itt ott ültem. De jó szervező is voltam, amelyest mondjuk azért így rajongokat így beterelni meg és mi abban segíthettem, de az a lényeg, hogy engem ismert meg, és Ádám nem szervezte az eseményt. Ennyit a közösségről, köszönöm szépen, szóval... Hát egyébként ilyen is van, ez ilyen érdekes, hogy amikor rajongók ismernek föl, és kicsit de ilyen furcsa érzés, hogy rajongót felismernek a rajongók, tehát hogy ez ilyen... Ez, ez egy kicsit ilyen szürreális érzés, de jó, jó, szeretem, amikor így elkezdünk beszélgetni meg, hogy van egy közös téma, amiből kiinduljunk. Ez, ez azért így jó. Meg hát így a Star Trek közösség, egyébként én is a, a, a ti szervezéseitekbe is úgy csöppentem bele, hogy hallottam, nem is tudom, hogy honnan, azt hiszem, hogy bekövettem az oldalatokat. És láttam, hogy lesz esemény, is, akkor így egyedül elmentem, mert érdekelt, hogy valamit szerveznek valami rajongók és ez is Star Trek, és akkor minden érdekel, ami Star Trek, és elmentem. Ott így... szedtem fel a magdét. A többi meg már történelem. Szokták Igen. mondani. Szerintetek létezik még az a prekoncepció a Star Trek rajongókkal kapcsolatban, hogy pizsamás őrültek? Na, akkor erre hadd válaszoljak, mert ez visszatér, vagy visszacsatolok arra, amit Gergő mondott, hogy a Star Trek rajongók kevesebben vannak. Szóval én voltam külföldi Star Trek konon, ami, tehát, na, na ott éreztem azt, hogy egy kicsit megőrülök, tehát, hogy ott, ott, az egy ilyen három napos Star Trek találkozó volt Londonban, Londonnak az egyik legnagyobb ilyen, sőt, a legnagyobb ilyen rendezvényhelyén az Excelben, és csak Star szólt a három nap, és óriás nagy területen csinálták, és amikor én először oda beléptem, és megláttam ott azt, hogy, hogy egy hatalmas csarnok, és csak Star Trek van benne, és tele van rajongókkal, és úgy éreztem majdnem tényleg, tehát, hogy itt nem vagyok egy fetisiszt a rajongásban, meg én nagyon, tehát tudom ezt kezelni, hogy, hogy persze, tehát én, én, a színészekkel is valakivel össze tudtam barátkozni, tehát hogy olyan szinten, hogy látják, hogy nem az az őrült vagyok, aki a, mit tudom, a ruhájából ki akarok így vágni egy darabot, vagy a haját megtépni, hogy legyen egy hajtincsen belőle, hanem így, egy normálisan beszélgetek velük, mert egy színészek de hogy ott láttam azt, hogy annyira rajongó volt, és tudjátok, lehet, hogy abba olyan az egész, mert voltam most Star Wars konon, össze tudom hasonlítani, most a Star Wars Celebration konon voltam, szintén ugyanott az Excelben, ugyanúgy Londonban, tehát itt tényleg van összehasonlítási alap. A, a Star Trek rajongóknak a többsége, hogyha eljön egy ilyen találkozóra, akkor egyenruhába öltözik be. Most mindegy, hogy Tosh, TNG, Disney, Stein, de a, Mit mondjak nektek, 80%-a egyenruhában van öltözve. Aztán vannak persze, akik ilyen figuráknak vagy karaktereknek öltöznek, meg ilyesmi. De ha ránézel így a tömegre, azt látod, hogy mindenki egyenruhában van is. És lehet, hogy ilyen. Sárga-piros. Igen, sárga-piros. Kék, kék. És akkor így körülbelül így, így a tömeget így ezzel meg lehet határozni. Tehát lehet, hogy emiatt gondolják azt is. És egy a, a az egyenruhái azok még olyanok is voltak, tényleg így a felsők olyan, tehát, hogy ilyen pamut felső, vagy nem tudom mi, tehát olyan pizsamaszerűnek mondhatjuk, hogyha valaki ezt így kívülről látja. Meg hát kezes lábas Ke két nézett ki tulajdonképpen a, a, még a Voyager-ben. Igen, a, igen, a... tehát, hogy így, én lehet, hogy ebből indul ki ez az egész, hogy, hogy azért gondolják. Hát meg tudod, a jó indulatú ellendrukkerek a másik oldalról, tudod? Hát ez persze valószínűleg meg, ettől. De. Tehát ez... De ami, amúgy meg az sem igaz, hogy a Star Wars meg a Star Trek annyira ellentétben van. Én úgy gondolom mindig, hogy ez egy mesterségesen keltett ilyen, ilyen direkt egymásnak ugrasztják őket, mert hogy ez biztos ellentét. De nem is lehet összehasonlítani a két french Tehát én, inkább Star Trek rajongó vagyok, nagyon szeretem a Star wars meg én is hamarabb a Star Wars rajongtam, mint a Star trek mert hamarabb volt Magyarországon Star Wars, mint Star Trek. De hát ugyanúgy elmentem a Star Wars konra is, és jól éreztem magam, bár így egyébként ott is voltak olyanok, akik beöltöztek, például volt egy srác, beöltözött Körknek Kirk, uh, a tosból, és kiállt így a Star Wars kon közepére, és kirakta, hogy, hogy ételre gyűjt, vagy valami ilyesmit, és kirakott egy ilyen kis tálat. Oh, oh. És mentek ott a Star Wars fejünk és úgy rögtek rajta, tehát hogy annyira értékelték, hogy, hogy ennyire én meg eszembe jutott, hogy én pont előtte vettem magamnak uh, ilyen műszi szeretet, aminek az a neve, hogy Trek. Ez, ez a ez a neve elkezdtem rögni, belenyúltam a táskámba, és oda nyomtam a kezébe, és az az azon meg aztán végképp, tehát, hogy a Körknek adtam egy track szeretet a Star Wars Con közepén, ez így nagyon tetszett mindenkinek. Úgyhogy szóval ott sincs akkor ellentét, meg nem megverték, bár mondtam neki, hogy nagyon bátor vagy, hogy szedek egy erőbe én sem hiszek ebbe az ellentét dologba. Ez olyan, mint hogy a, te szereted a Harry Pottert, akkor nem szeretheted a Gyűrű urát. Szóval arról sem vitatkozunk. A, a, Star Wars meg a Star Trek esetében ez igazából egy ilyen mondva csinált és egy ilyen inkább mémszerű uh, jelenlét. Ha már említetted a színészeket, akkor azért, ugye, hogy a borítóképen is láthatják a kedves nézők, hallgatók, hogy ugye találkoztál Bill Shatnerrel, de még, még számos-számos színésszel akár itt Magyarországon, akik itt voltak vagy is velük meg hát akár ö, ö, külföldön, ahol jártál milyen Star Trek színészekkel találkoztál? Hű, nagyon sokkal Aztán oh, hát... szegény, nehéz felsorolni <gül> <gül> Nehéz felsorolni, tényleg nehéz felsorolni Hogy sajnálkozzál, felsorol, felsorol. én hozzám eljut a kérdés, jó? <laughs> a Magdival. Mi mind találkoztunk a Magdival, és akkor ezek szerint az összessel találkoztunk, akivel a Magdé. De három napos Star, ott például nagyon sok színésszel össze Tehát, vagy össze találkoztunk, úgyis, hogy beszéltem is velük, tehát, hogy volt olyan... De akkor mit mond az ember? Hú, kurvára szerettem magát Mr. Stuart a vagy, tehát ilyenkor mit lehet mondani? Én, aki beragadtam egy közös Liftbe a karanszállóba David prowse al aki ugye Darth Vader-t játszotta, az szikis sztori, ott nem nagyon tudtam mit mondani. Hát ez egy érdekes kérdés. Nekem valahogy, tehát föl sem merül, hogy nekem most erről. Nyilván Maga tudja, aki, o, aki, oda, igen, spontán, a, aki oda megy hozzá egy Star Trek-konon, a színészhez, az tudja, hogy egy rajongó. Tehát tuti én nagyon kedvelem Patrick de ő is úgy volt vele évekig, hogy sokkal, jó, sokkal jobban elzárkózott a röngói közösségektől, ettől a szereptől. Aztán, mikor a szélesesanyék idehívták, Magyarországra, amikor itt forgatták az Oroszlán Télen című Holmár produkciót Glenn és eljött a, a Monparkba, Patrick Stewart, az például azért volt nagy szám, mert nem tudom már, nem, akkor meg már tíz vagy nem tudom hány éve, nem járt semmilyen konversenről, és emlékszem egy Ausztráliából ideutazó párra, vagy egy emberre, már nem emlékszem pontosan, akik, akik a Question and answer résznél el is mondták, hogy, vagy mondta, hogy ő, hogy Ausztráliába vagy Új-Zélandra, nem emlékszem pontosan, utazott ide, csak azért, mert Pezi annyira nem lép fel sehol, hogy mindenképpen akarta látni. Mit gondoltok, melyik színészeknek a tudom, közösségi médiás, vagy akár személyes tapasztalat, itt most rád nézek Magdi, akik, akik a legközvetlenebbek a rajongókkal, a Star Trek színészek közül? Hát Patrick láttam ezt a fellépést, ott voltam a monparkban is. Én is <laughs> ott voltam. Mert még nem volna a meg. Integ Integettem, szia Magdi, majd találkozunk 15-20 év múlva. <laughs> és ugye Londonban is föllépett, és, és az már. 2016. Ez nem az, amikor a sok kapitány is ott volt? Ez nem az a londoni uh, event? De, de, uh, illetve nem a, nem a kapitányok, a, ami, amiről ez a kon híres lett, az, hogy a TNG újraegyesítés volt. Vagy az összes szereplő ott volt. Uh, szóval, Kulászki a... doktor nő is? Nem. Akkor nem. De ott volt Tessajer, ja, meg nem volt ott a Wesley Crusher, viszont ott volt a Q, ott volt uh, Ja, és nem jött el a végén Jonathan Frex, tehát a, a Riker a, az az utolsó pillanatban lemondta, és akkor, hogy ne okozzon csalódást ez a rajongóknak, William Shatner beugrott helyet, William Shatner bárhová be lehet rakni, akár a TNG legénységébe is. Úgyhogy, hát azt akartam mondani Petrik a kapcsolatban, hogy ő egyébként szerintem ő személyiségében nem olyan ö, típus. Tehát amit én... Az igazi hűvös angol ember. Igen, igen, olyan igazi brit természet. Hát uh, ugye, ha, én lá, vagy hallottam a Patrick Stewart fél előadást is, és a Joe Delancey fél előadást is, azon is ott voltam, és a, uh, minden rajongót érdekelt, hogy milyen kapcsolat áll fönn Patrick Stewart és Joe Delancey között, mert ugye a karaktereik azok állandóan nyüstölik egymást, tehát Q meg Picard az, az mindig ilyen ellentétben van, és, és akkor így uh, pedig szivált rá, mikor megkérdezték, hogy, és milyen volt John delancy forgatni, és akkor arra azt mondta, hogy hát mindig nagy élmény volt, mikor végre elment. <tosz> <tosz> És John Delancey meg azt mondta, hogy ő, amikor először meglátta a Patrick Stewartot, mondta, hogy hát ugye ő azt hitte, hogy csak egyszer szerepel a sorozatban, nem tudta, mindig visszahívták ugye a karakterét, de mindig azt hitte, hogy az az utolsó megjelenése lesz, és mondta, hogy tudta, hogy ő neki nem lesz sok ideje arra, hogy kifejtse a karaktert, és gondolta, hogy nagyon jó lesz, mert így végigmérte a Patrick Stewartot, hogy hát ez egy ilyen karótnyált ember, tehát mit kell csinálni, kicsit így alá kell vágni. És akkor hogy elkezdte idegesíteni ö, színészi játékkal is, és ez az, amitől tök jól működött a két ö, karakter, hogy idegesítették egymást, és az látszott a két színészen is, hogy idegesítik egymást, <gül> <gül> és hogy ez, ez milyen jó tudott működni. De, és a Patrick Stewart tényleg ilyen, tehát azt akartam ebből kihozni hogy Londonban például ö, 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 minden színész lehetett fotózni a színpadon, kivéve Patrick Stewartot, mert ő megtiltotta hogy őt fotózzák, amik a színpadra lép nem lehetett fotózni. De hát nekem van róla a képem, <laughs> mert én azért lefotóztam titokban, nincs olyan, hogy oda megyek és nem tudom, Nyomta vele egy nem, <laughs> Akkor még az a 2016-ban nem voltak olyan jók a, a, kamerák. Még, hát, szóval az, az még nem, olyan, nem voltak olyan jók a, a telefon kamerák, úgyhogy rendes fényképezőgéppel lefotóztam, csak hát nem vakúval, de jó, jó képek lettek. Na, szóval, hogy ő nem engedte, hogy, hogy őt fotózzák. Persze a rajongók egyszer beszóltak neki, mert a fiával lépett föl, hogy a Dan Daniel uh, is játszott a Star -be, a, az Inner Light-ban, amiben, a, amiben végéli Pikár az életét, és akkor van egy családja is. Abba a fiát, a fia játszotta. Tehát, ott tanul meg furulyázni. Igen, 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 ott van a részben. És csináltak egy olyan, tehát az már divatos volt, hogy tudjátok, hogy megfordulnak, és akkor rajongókkal lefotózzák magukat ilyen szelfibe. És a, az egyik rajongó megbeszélt, hogy nem engedtem meg, hogy lefotózz. <laughs> tehát, hogy azért mert ő nem engedi. De szóval ő ilyen, és egyébként pont ezért például az ő fotójegyére, tehát az ő, tudjátok, vagy nem tudom, no, hogy hát, a hallgatók mennyire tudják ezt, de szóval nagyon sokszor ilyen konokon lehet fotózkodni a színészekkel, de természetesen pénzért, és be kell állni egy sorba, és, és időpontot kell kérni, amikor a sorra kerülhetsz ahhoz, hogy odája a színész mellé és a Patrick stewart a a leghamarabb az összes jegy, mert ugye ő vele nagyon ritkán lehet közös fotót készíteni, nem nagyon hagyja. <laughs> Úgyhogy a, a, ő vele nem is tudtam lefotózkodni. Mondjuk, hogy annyi színész volt ott, hogy egyszerűen nem volt az a pénz a világon, hogy én azt nem tudtam volna elkölteni. Úgyhogy én a William fotózkodtam, ne, mert úgy voltam vele, hogy hát mégiscsak a torsból indult ki ez az egész franchise, és hogyha egy fő karaktert kéne mondanom, aki tényleg így, így uh, nyilván Leonard Nimoyon kívül, Leonard Nimoy akkor már nem tudott eljönni. Ő is úgy volt, hogy ott lesz, de sajnos akkor már beteg volt, és nem tudott eljönni, és az utolsó bejelentkezését még láttam, mert bejelentkezett Skype-on, és akkor azt, azt láttam kivetítőn, de sajnos a, 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 a színész már nem volt ott, úgyhogy nem semmiára csináltam közös fotót. És hogy lehet, hogy a kis nagyon alacsony B. az Nem az alacsonyabb, nálad magasabb a képen. nálam. Magasabb nálam, William Shatner. Nem tudom pontosan, hogy milyen magas, de hát én nem vagyok annyira túl magas, én 168 centi vagyok, tehát nem ennyivel kisebb nálam William Shatner, hanem egy bárszéken ült, mert hát azért akkor is már 83 éves volt, Szóval, uh... Hát meg ott nem tudom, 150-200 emberrel lefotózkodni. Igen. Na jó, vége mindjárt a műsornak, de még van egy téma, amiről szeretni, szeretnék beszélni, az uh, még hozzá a magyarországi rendezvények kapcsán. Ugye aktív magyarországi Star Trek rendezvény jelenleg nincsen, a Mondokonon van, mindig, jelen, mindig vannak jelen a kóbortrekkerek, egy ilyen standal, és őket tehát gyakorlatilag minden mondokonon, talán még a Budapest komikonon is uh, megtalálhatjuk. Uh, de azért emellett ma nincsen nagy Star Trek élet, ugye a Star Trek tartalmakat tekintve is, hát tal tulajdonképpen talán csak az Impulzus Podcast, és ez a podcast van, ami ilyen fogyasztható tartalom, de nem szeretnék senkit kizárni, szerintem szóval nyugodtan kommentbe kapálózzon, aki esetleg valami Star Trek tartalmat készít, vagy eventet szervez, mert akkor nagyon szívesen, nagyon szívesen vesszük, de hát tulajdonképpen ez a jelenlegi helyzet, hol ott azért ö, vannak új sorozatok, Magyarországon is elérhető sorozatok. Mi a magyarországi helyzet eddig és most? Én azt hiányolom, hogy valahogy a Star Trek tartalmak ö, pont azért, mert mondjuk hogy lehet, hogy kisebb a magyarországi bázisa, ö, sokkal nehezebben jönnek be mint a, mondjuk az egyéb science fiction tartalmak, akár szinkronos formában, akár, akár főleg szinkronos formában. És így, így, nehezebben, nehezebben tud érvényesülni. Külföldön azért van nagyobb rajongótábor a Star Treknek, mert ott a 60-as években elindult a Star Trek. Hm. Tehát akkor, amikor elkezdték a Star Trek sorozatot kint, akkor már lettek rajongói. Ezek a rajongók azért már idősek, és nekik is a gyerekeik is, mit tudom én, apám is nézte a Star én is néztem vele gyerekkoromban, és akkor ilyen generációkon keresztül kezdték el nézni. Magyarországon meg olyan későn jött be a Star Trek, hogy sokan azért sem kezdtek bele, mert azt mondták, ó, ez valami nagyon hosszú sorozat, én ebben nem kezdek be, nem is értem, mert ugye épül az egyik sorozat a másikra, hivatkozások vannak egymásra, nem is tudom, hogy miről szól, szóval nem is kezdek bele ebbe az egészbe, hosszú. Ná, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de egy de, de, ellenmondást vélek felfedezni, mert amikor a Voyager elindult itthon, és új előre, erőre kapott, az volt hogy itt Magyarországon mm -hmm. kb. a Star Trek aranykora, akkor pont Igen. egy olyan sorozatot kaptunk, ami addig a legutolsó sorozat volt, a Voyager, a legmodernebb, leg, leg egy, egy, teljesen más sztorit is kaptunk kb. mint ami megszokott volt, hiszen ők egy hazautazás sztoriban voltak benne, és ugyanúgy, ö, ugyanúgy úgy kapcsolódtunk be, én magam is úgy kapcsolódtam, jó mondjuk én szerettem előtte és ezt álltak de biztos, hogy sokat úgy kapcsolódtak be, hogy, hogy azért olyan úgy fennállt ez a dolog, hogy ez úristen mire épül. Hány de igen, de a Voyager a szerencsés volt akkor az egész, és a foly... az is van, hogy Magyarország Magyarországon a voyager van a legtöbb rajongója. Külföldön azért nem ez a tendencia, hogy a Voyager-nek volna a legtöbb. De Magyarországon tény, hogy a Voyager lett. Mert a Voyager az nagyon időbe jött be, tehát hogy viszonylag friss volt a sorozat, és, és, hogy egy olyan sorozatot hoztak be, aminek egy teljesen másról játszódik. Tehát, hogy nem, 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 igen, nem kell azt, hogy azt az univerzumot ismerd. Az sem épült rá. sem, de... Hát, talán a Mondjuk abban igazatok van, hogy legalább, ott legalább a fajokkal, meg ezekkel tisztába kellett Igen. lenni, vagy jobb, ha A Voyager vagy. az meg annyira... Jó. Én, én például, hogyha valakinek sorozatot kellett ajánlom, a legtöbbször a Voyager-t ajánlottam, pont ezért, mert, mert, nem kell hozzá előtörténetet tudni, hogy értset, hogy miről szól a, a történet. Tehát én nem kell az, hogy mikor visszautalgatnak valamire, hogy ekkor meg ekkor az történt, akkor nem kell érteni hogy kevésszer van a Voyager-ben azért olyan visszautalgatás. Szerintem inkább ez, ez, a dolog, és, és például most is, amikor a gyerekeknek tartottam az előadást, akkor így a végén megkérdezték, hogy és mit tetszik ajánlani, hogy melyik, melyik sorozatot kezdjük el nézni. És azért néha ilyenkor azért bajba vagyok, hogy mit ajánljak, és, és ezért jó mondjuk az, hogy... Egyébként igen, tehát, hogy az a... Hogy, hogy a Strange New World az ezért jó sorozat, mert pont, pont egy ilyen sorozatot csináltak meg, ami, amihez nem kell előtörténetet tudni, viszont aki meg rajongó, annak meg, mégis ad egy pluszt, mert mert, mert fölismer benne dolgokat, ami, amit nem kell az újnak. Épp, épp úgy ezért volt jó, tudom, hogy, hogy, hogy az is megosztó volt, amikor bejött a, a G.J. Abrams féle. J.J. J.J. G.J. Hát akkor GG, akkor GG Abrams. Én mindig GG-nek mondom, nem tudom miért, de JJ, igaz, JJ Abrams. Nagyon jó volt a, a, az embereknek, amikor bejött a Kelvin a idővonal, amit JJ Abrams rendezett, és hogy az is hozott egy olyan új világot, amihez nem kellett tudni, hogy miről szólt előtte 900 rész érted? Tehát, hogy nem kell előtörténetet hozzá tudni, és egyébként annak egész nagy sikere is volt. És Magyarországon is nagy sikere volt, hogy nincsenek, nem volt akkor a bázis, amire építse, de nagyon sokan bementek olyanok is, akik egyébként nem Star Trek rajongók voltak megnézni, mert jók voltak a filmek. És, és ugyanez, ebben reménykedem én is a Strange New world ami amit még ráadásul egy szinkronizáltak magyarra, ami már azért az utóbbi időben elég kevés Star produktumra jellemző. Hogy és most júniusban kapjam. jön az új évad, ráadásul. Igen, így van, az szinkronosan, évad, szinkronosan jön és, szinkronosan az, a Sky és az ráadásul premierbe fog szinkronosan jönni, tehát ugyanakkor lesz premierben magyarul, amikor, amikor külföldön meg szintén premier lesz. Hogy ez, ezzel próbálják szerintem így befogni az új rajongókat. Sajnos keveset beszélgettünk a rajongói közösségi életről, amiről én szerettem volna többet, de így a műsorunk vége fele. Nagyon rövid villámkérdések, ki a kedvenc kapitányotok? Én Archer szeretem a legjobban. Mondjuk most majdják fölnőtt hozzá. Strange New World, segítsetek. Pike. Köszönöm. Pike, köszönöm. Nekem még mindig az Archer a kedvencem, de Pike is nagyon lett hozzá. Fó, nekem nagyon nehéz választani, mert mindenkit másért szeretnék is. A kérdések kifejezésre szeretném felhívni. Egyet, egyet, egyet válasz! Egy lakatlan szigeten kéne leélned az életeddel. én erre azt szoktam mondani, hogy egyébként, hogyha a főnöknek kéne választani valakit a kapitányok közül, hogyha így a kérdés, akkor átsert a főnökömnek én is. Hát szívesen megkérdezem, hogy miért, de most ebben nem fogok belemenni. Melyik a kedvenc hajótok? Azt tudom. Az a D. És melyik a kedvenc sorozatotok? <laughs> Na Nagyon vicceltem, az most úgy nem? Nekem az Enterprise különben. Hát, a TNG. Meg a Strange New World. Akkor inkább, inkább a Strange world nagyon bejönnek azt A, a TNG-t láttam a legtöbbször, mondjuk így, és akkor talán ezért. Új űrszakerek podcasten legközelebb június 19-én jelentkezünk, addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Kassa magdé és Kő Gergő, illetve valamennyi munkatársam nevében, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Épresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.